mondod, hogy miért szerettél annó ennyire bele a Star Wars-ba? Mi az, ami megfogott benne leginkább? Én igazából... magát ezt... Hogyha visszatekerhetem, akkor az egész úgy indult, hogy ugye megnéztük VHS-en nagyon sokszor a filmet. És mindig mondtam azt, hogy új, én ezt a szuszogós emberes filmet szeretném nézni. És akkor így jött az egész, és akkor mindig utána olvastam, elkezdtem keresgélni és foglalkozni ezzel az egésszel, és aztán ez így kinőtte magát idáig. És van esetleg olyan, akivel így ellenséges a viszonyatok, mondjuk a Star Trek-esekkel, vagy mit tudom én, a gyűrűk urásokkal? Nem, azt gondolom, hogy az összes ilyen jelmezes klubbal jó kapcsolatot tartunk fönt. A Star Trek-eseket azért nem szeretjük. Azt rögtön gondoltam. Bár én annyira nem vagyok jövel egyikkel sem, de azt rögtön gondoltam, hogy ők ott valamilyen kis konfliktusban vannak. Bocsánat, esküszöm, hogy be fogom pótolni. Egyébként már régóta tervezem, hogy megnézem az összes Star Wars részt egymás utánban. Valószínűleg hosszú hetem lenne, de nem baj, egyszerre el fogom szállni. Oké, rendben. Figyelj, egy egész rajongói tábor alakult körülötted. Általában így reagálnak rád az emberek? Ez szinte kivétel nélkül így szokott történni. Hát, eljjj, hiányozni fogsz te is, sajnos rohamosztagosok, na, menj! A gyerekeken kívül is így reagálnak rád? Mivel BKV-val jöttünk most, így... egyszerűbb volt idejönni BKV-val, mint bárhogy máshogy megoldani, meg a siklónkat a lázadók éppen lelőtték, úgyhogy... ez egy sajnálatos tény, de BKV-val jöttünk, és azért az ellenőröktől kezdve mindenki képbe volt ezzel, és... még bérletet se kellett mutatni, mert elég volt az, hogy most nem kell bérletet mutatnunk. Ja, ezt ismerem, igen, amikor elvarázsolsz valakit. Na, beszélgessünk egy kicsit így a kiegészítőkről. Mondtad, hogy rengeteg jelmezt terveztél már, meg csináltál. Ez itt mi? Ez a Darth Vader mellkas konzolja. Ez vezérli a ruhát hivatalosan. Igen, itt ez mind ugyanerre, ezt a célt szolgálja, meg ez az ő? Csak most így, mint laikusként kérdezgetem ezeket. A ruhán lévő összes kis doboz, meg minden, az azért van, hogy Darth Vader-t életben tartsa. Értem, mert a fénykardod is van, hogyha jól tudom, ezt is te készítetted? Azt elmondhatom. Persze, természetesen, tiéd a tere. A ruhának a legtöbb részét azt én magam csináltam. Ezek például, ami az övön vannak, övdobozaim, azok az eredetivel megegyező övdobozok, ugyanaz a cégnek ugyanaz a terméke, mint amit a filmes jelmezhez is felhasználtak. Na figyelj, még egy kérdésem van, aztán elengedlek gyilkolászni, meg bevallani embereknek, hogy te vagy az apjuk, meg ilyenek, amik vannak, bár annyira nem vagyok képben, de ezt még pont tudom, hogy ez itt történt. Valóban még egy rossz hírem is van számodra, ugyanis én vagyok az apád. Tudtam, hogy Darth Vader az apám. Na, térjük vissza még a beszélgetésünkre. Sötét oldalra, és akkor... én már réges-rég átálltam. Jó, akkor én nekem. Ezen is gond, én már rég a sötét oldalon tartózkodom. Úgyhogy az utolsó kérdésem az, hogy milyen dalt küldesz és kinek? Ellie Goulding-tól szeretném a Love Me Like You Do-t, és Sabine Wren-nek.